Üdvözlöm kedves barátaim! Ma egy pár gondolatot mondanék nektek a Valentin napról, miről is van szó. Mondjuk a védek mit mondanak róla, hogy ez micsoda, hogy működik. De látjunk, hogy az emberek nagyon lelkesek erre a Valentin napra. Általában arról szól, kapcsolatról szól, viszonyokról szól, hogy érzés ez a, hogy én valakihez tartozok, én valakit szeretek, rám van szükség, vagy amikor fiatalok szerelmesek, akkor nem tudnak másról gondolni, csak egymásról. Mindig, ami történik, hogyha el vannak különítve, ami történik, akkor az minden emlékezteti arra a párjára, akire nagyon vár. És biblikus szentírások szempontjából ez az igény, ez a szeretet, szerelem, az léleknek a természete. Ez természetes. Azt mondják, hogy a léleknek a természete szát, csit ananda, szát öröki, csit tudat, tudatosság, tudás, és ananda boldogság. De boldogság nem más, mint a szeretet. Ezt mindenki keres ebben a világban. És védikus írások tanulmányozása által megtudhatjunk, hogy ez a szeretet, ez egy Istentől igazából árad. Az a legfontosabb, hogy onnan kap lélek a szeretetet. És gyakorlatilag van különbség az anyagi és a lelki szeretet között. Az anyagi szeretet sajnos mulandó, itt mindig van mindenek eleje, ádi, és anta, és mindenek a vége, és akkor a szeretetnek és a szerelemnek, de ugyanakkor az igény az ott van a szívébe, és ez öröki. Ezért védikus írások mondják, hogy mivel Isten is egy személyiség, érzékeny, érzelmi lény, ezért érdemes léleknek felébreszteni ezt a öröki szeretetet, vagy akár szerelmet. Srila Prabhupád könyveikben magyarázza számtalan szor, hogy ugyanaz az érzés, amit tapasztalnak szerelmesek, ugyanott lehet felébreszteni Isten iránt, mivel ő legszebb, legcsodálatosabb, és a bhakti yoga az a bhakti szeretetet jelenti. Szeretet jogája ezt a lehetőséget adja, egy gyakorlatot, ami által az ember fel tud ébreszteni magába ezt a csodálatos érzést, és az a lelki érzés, lelki szerelmet Isten irány. Láttatok egy pár fotóképeken bhakti yoga gyakorlatot. Szóval ez egy természetes, de hogyha mi megértjünk, hogy ez az érzés, ez az igény, ami léleknek egy része, az nem lehet elvenni, fontos lelki szinten megvalósítani, akkor tusjánticsa, ramanticsa. Teljes, tökéletesen elégedett lesz az ember, és tökéletesen boldog lesz. Ez a pár gondolat a mai nappal kapcsolatban. Köszönöm szépen, kellemes vasárnapot kívánunk, és legyitek boldogok. Köszönöm. Hare Krishna!